Sziasztok! Ebben a videóban beszélgessünk egy picit a célok eléréséről, és arról, hogy milyen az, amikor már megint nem érted el a célodat, és hogyan tudsz ez ellen menni, tehát hogyan tudod támogatni saját magad a céljaid elérésében. Nagyon izgalmas téma, én nagyon szeretem mind a célkitűzést, mind a stratégia tervezést, mind pedig a megvalósítás folyamatát, mert nagyon-nagyon izgalmas szerintem ez az egész, nagyon sok szabad kezet tudunk kapni, több eszköz van, több stratégia van, aminek kapcsán el tudunk indulni a megvalósítás irányába, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy esélyt ad és lehetőséget ad nem csak az önismeretednek a mélyítésére, de a személyiségednek a fejlesztésére, annak a tapasztalatoknak a gazdagítására, ami az életeddel kapcsolatos, ami az önmagad megismerésével kapcsolatos, és ami arról szól, hogy egész egyszerűen sokkal jobban megismerd önmagad, megismerd az életnek a szabályait, hogy hogyan működik, és hogy hogyan tudsz könnyebben, rugalmasabban, hatékonyabban és eredményesebben elérni célokat. Én azt gondolom, hogy egyedül sokkal nehezebb elérni egy célt, mint hogyha van egy támogató közegünk, egy közösségünk. Most pár olyan dologról fogok beszélni, ami szerintem fontos, ugyanakkor nagyon sokan nem látják ezt, vagy nem tudják ezt, vagy soha nem gondoltak erre, hogy bizony-bizony ezen is tud múlni egy célod elérésének a hatásfoka. Tehát például az egyik első az az, hogyha egyedül vagyunk egy cél elérésére, akkor hát nagyon nagy valószínűséggel nem fogjuk elérni a célunkat. Miért? Mert amikor egyedül vagyunk, akkor nekünk kell fenntartani az inspirációt, a motivációt, hogy amikor nehezebb időszakunk van, vagy jön valami nehézség, jön valami kihívás, jön valami nagyon nagy teher, vagy egész egyszerűen az életben történik valami, ugye mondhatóan hétköznapok mókuskereken túl, akkor egész egyszerűen egy idő után így elfolyik ez a motiváció, elpárolog, eltűnik. Ezekről egyébként részletesen beszéltem a megvalósító coaching tréningen, hogyha érdekel, vagy szeretnéd ebben mélyebben beleásni magad, vagy szeretnél ezzel kapcsolatban fejlődni, akkor javaslom figyelmedbe ezt a tréninget. De térjünk vissza akkor az alapkérdésre. Ugye, amikor egyedül vagyunk, akkor nincsen támogatásunk, nincsen megtartó közegünk, nincsen senki, akivel beszélgethetnénk erről, akivel meg tudnánk vitatni az esetleges kétségeinket, bizonytalanságainkat, biztos, hogy jól csinálom, biztos, jó úton megyek, biztos, hogy megfelelő ez a cél, biztos, hogy jól tűztem ki, és a többi, és a többi. Én mindig azt javaslom minden ilyen esetben, ez mindig tőled függ, hogy neked mi az ideális, hogy legyen vagy egy mentorod, vagy egy coachod, vagy egy segítőd, aki a te célodnak megfelelően tud támogatni az utadon. Mert bizony nagyon sok helyen el tudunk bukni, el tudunk esni, és hogyha időről időre nincs egy támogató közegünk, vagy egy támaszunk, ez lehet akár egy nagyon jó barátunk, vagy egy nagyon jó családtag, csak ugye nem mindenki olyan szerencsés, hogy mondjuk támogató családja, vagy baráti köre van. Nagyon sokszor lehet ugye azt tapasztalni legalábbis. Ugye én látom azt is, hogy vannak, akiknek van támogató közegük, de nagyon sokan vannak, akik egyedül próbálnak egy következő szintre lépni, vagy egy következő mérföldkövet elérni az életükben valamilyen szinten. És ilyenkor nagyon jó, hogyha szakmai segítséget, egy profi segítőt választasz társadul, akivel megvan ugye a kémia, akivel megvan az összhang, és akivel úgymond bizalmi kapcsolatban együtt tudsz haladni a saját célodat támogatva. Én azt gondolom, hogy ez mind energiában, mind időben, mind hatékonyságban maximálisan megtérül, és tényleg nem kell felesleges köröket futnod, nem zsákutcában vesztegelsz, és nem az van, hogy valamilyen rossz irány felé mész, vagy feleslegesen öntöd az idődet és az energiádat egy olyan célba, ami igazából valójában nem is a te célod. Mert ugye ez szokott a másik nagy probléma lenni, hogy nem a valódi céljaid felé menetelsz, hanem valamilyen társadalmi elvárásból, illúzióból, álomból, reklámból, vagy valamilyen más indítatásból tűzöl ki valamilyen célt, és nem a te szívbéli valódi életcélodnak megfelelő, azzal irányban lévő valódi célodat valósítod meg. Ez is egy nagy probléma, én azt gondolom.
A másik dolog ugye, hogyha nem szeretnél egy segítővel, tehát egy emberrel együtt dolgozni, tehát egy mentorral, egy segítővel, akkor ugye van olyan lehetőséged, hogy például egy közösséghez kapcsolódsz, egy megvalósító közösséghez. Nekünk ugye ilyen például a klub, ahol mindenki a saját célján dolgozik, mindenki a saját ütemében, de ugye folyamatosan érkeznek olyan tudásanyagok, olyan támogatások, olyan nézőpont, változtató lehetőségek videós formában és egyéb formákban, amikkel ugye gyorsítani tudod a saját fejlődésedet, saját magadnak jobban beállítani az útirányodat, kristályosítani a célodat, és sokkal jobban elérni, nagyobb hatékonysággal elérni a célodat. Másik lehetőség ugye, amikor közösségben dolgozunk, csoport energia ott van, a csoport erő. Én azt látom, hogy a mai korban nagyon fontos az, hogy megadjuk magunknak ezt a támogatást. Miért? Mert egész egyszerűen, ha megnézed őszintén a mai társadalom, nagyon elkezdett szétesni, és ugye mobil, olyan tekintetben, nem is az, hogy mobil nem az a legjobb szó, de ugye nagyon egyén specifikációs lett a történet. Tehát már nem közösségek vannak, nem családban gondolkodunk, vagy egy közösségben gondolkodunk, hanem az énben, az egyénben gondolkodunk. Tehát nagyon sok embernél látom azt, és meg is fogalmazza problémaként, hogy úgy érzi, hogy nem tartozik sehová, hogy nincsenek barátai, hogy nincsen egy megtartó közeg, ami egy védőhálóként ott lenne, hogyha bármilyen problémája van, vagy nem tud kivel tapasztalatokat, különböző gondolatokat cserélni. Nincsen meg az áramlás, ami én azt gondolom, hogy minden embernek vágya és sajátja, és egy természetes, normális ember igény, hiszen közösségben éltünk nagyon-nagyon sokáig, tehát évezredekig, ez egy normális emberi igény, ez egy szociális igény, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy tudjunk együtt menni valami felé, ami ugye növeli az életünket, ami ugye egy következő szintje lehet akár az életminőségünknek, akár az életünk beteljesítésének, mindenki a saját szintjén, mindenki a saját ugye, felfogása alapján, hogy ugye mi felé szeretne menni, fejlődni, haladni. Szóval a lényeg az, hogy hiányoznak a közösségek, hiányoznak a támogatások. És ha ezt te meg tudod magadnak adni tudatosan, tehát tudsz egy olyan közösséghez, egy pozitív mentalitásra, egy pozitív tudatosságú közösséghez kapcsolódni, ami tudás alapú, tehát a tudás is ott van, a pozitív energia is ott van, az elfogadás is ott van a tapasztalat megosztás, ott van a fejlődni vágyás és akarás, akkor én azt gondolom, hogy ezzel csak nyersz. Én ezért hozom létre, és ezért hoztam létre ugye nem csak a klubot, de ugye ezt a masterclass is, ami hamarosan elindul, hogy 3 hónapon keresztül együtt tudjunk haladni mindenki a saját céljának megfelelően. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy közösségben éljük meg az élményeket és tapasztalásokat, mert hiszen ez hiányzik a mai világban. És nagyon nagy igényünk van arra, hogy ugye minden szinten tudjunk kapcsolatokat kialakítani, nem csak tudást megosztani, nem csak tapasztalatot megosztani, de bizony az érzésekről is van szó. Úgy látom, hogy van, aki itt nagyon aktív. Szóval nagyon fontos az, hogy te hogyan éled az életedet, hogyan teszel a céljaid eléréséért, és neked mi az, ami működik. Miért? Mert hogyha te tudod, hogy egyedül nehéz, görcsös, egy idő után feladod, nyögvegyenlős és nem megy, akkor igenis keressük meg azokat a megoldási módokat, akár egy mentor, akár egy segítő, vagy akár egy közösség, amivel tudod, hogy sokkal nagyobb a sikerrátád, a megvalósulási lehetőséged. Ez nem ördöngösség, ez szintiszta önismeret. Amikor én ismerem magam, hogy hogyan tudok jól működni, ha én egy csapatjátékos vagyok, ha én csapatban jól tudok működni, akkor igenis jó, hogyha csapatban vagyok, mert különben ugye, nagyon sok embernél van az elmagányosodás problémája, az egyedül vagyok, egyedül érzem magam problémája, nem tartozom sehova, nem érzem azt, hogy tudnék adni, tudnék teremteni, nincs meg a flow, nincs meg az áramlás, és igazából ez egy idő után egy belső sivársághoz, belső üresedéshez vezet. Tehát én mindenképpen pozitívnak tartom, hogyha elindulsz az önismeretben a felé, az irány felé, hogy te hogyan tudsz jól fejlődni, és hogyan tudsz jól teremteni. Mindig is, ha végignézzük a történelem menetét, az ember az közösségben élt.
ez most a legújabb, hogy így mondjam, kor szellem, hogy ez az individualizmus, majd én egyedül megoldom, de ez mind mentálisan, mind érzelmileg nagyon nagy terhet ró nagyon sok emberre. Mert hiszen nem ez a úgymond normális alaplétállapotunk. Teremteni, ebben biztos vagyok, de nézd meg a saját tapasztalatodat, a saját élményeidet az eddigi teremtéseid alapján és az eddigi élettapasztalatod alapján, közösségben mindig sokkal hatékonyabban tudunk. Mindig. Erről, hogyha érdekel benneteket, nagyon szívesen mesélek, na mert egy tréning után nem tudok annyira szépen beszélni, nézzétek el nekem, kérlek. Szóval közösségben mindig sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudunk teremteni, és ez nem véletlen, és erről szívesen beszélek, hogyha szeretnétek egy másik videóban, de most itt arról van szó, hogy a cél megvalósításod hogyan működik hatékonyan. Itt ugye vannak egyéni kihívások, tehát ugye akár hitrendszerek, érzések, nagyon sok mindenről beszélgettünk ezen a megvalósító tréningen például, végigvettük listában azokat a problémákat, akadályokat, kihívásokat, amiket tényleg meg kell dolgozni ahhoz, hogy neked gördülékenyen, simán, könnyedén és örömtelien tudjon működni a cél megvalósítás folyamata. Nekem ez egy nagy célom, ezt elmondtam a tréningen, és ez egy nagy célom, hogy a szenvedés alapú görcsös, szorongás és stresszel teli kiégés állapotú célmegvalósítási stratégiádból ki tudjalak mozdítani, és egy új nézőpontot hozzak számodra, ami egy örömteli, boldogabb és rugalmasabb célmegvalósítási stratégia, mert hogy van ilyen, mert hogy lehetséges, és meg tudjuk csinálni. Nem egy embernek tudtam már ebben támogatást adni, és most először ebben az évben ezt szeretném csoportos formában is megvalósítani, és szeretném azt, hogyha ezt közösségben tapasztalnánk meg, mindenki a saját célján elindulva, 3 hónapon keresztül együtt, szépen haladva felfelé. Ugye mi az, ami fog rád várni ebben a programban? Ugye ez az újraindítás, Masterclass azért újraindítás a neve, mert hiszen egy teljesen új szemléletmódot szeretnék neked átadni, egy öröm alapú, egy boldogság alapú, egy nyitott nézőpontot, hogy hogyan tudsz játékosan, örömben kapcsolódni másokkal, és teremteni, és menni a saját célod felé. Tehát ha egész egyszerűen úgy érzed, hogy meg vagy fáradva, vagy úgy érzed, hogy jó lenne egy plusz támogatás, egy plusz löket, vagy tudod, hogy te is csapatjátékos vagy, csak eddig még nem találtad meg a saját közegedet, akkor lehet, hogy ez itt egy kiváló, remek lehetőség arra, hogy kapcsolódj hozzánk. A program pontos leírását megtaláld egyébként az oldalamon, be fogom nektek ide tenni kommentben, linkben, megtaláljátok, ez egy 3 hónapos komplex coaching program, aminek az a lényege, hogy te eljuss a saját életedben a célodnak megfelelő következő szintre. És nem csak ez a lényeg, hanem abban fogok neked segíteni, hogy ez az új örömteli nézőpont meg tudjon gyökerezni az életedben, egy más nézőpontból, egy más szemszögből tud az életedet nem csak nézni, hanem megélni, megtapasztalni, és tud a céljaidat ezzel a nézőponttal teremteni, és tud ezeket megvalósítani. Tudom, hogy ez nem kis cél, nagy cél, de hát nagy céljaim vannak mindig, és szerencsére ezek mindig nagyon jól visszaigazolják, hogy működtethetőek, sikerülnek, és meg is teremtjük, amiket elérünk. Lent, amiket kitűzünk, azokat mindig elérjük, szóval erre várlak nagyon sok szeretettel. Ugye 3 hónap, azaz jelenti, hogy 12 hétig leszünk együtt, itt lesznek előadások, lesz csoportcoaching, fogok hozni eszközöket, lesz tapasztalatmegosztás, inspiráció, gyakorlatok, tehát igazából egy nagyon komplex program. Nem kell tartanod tőle, hogy sok lesz minden visszanézhető, saját időbeosztásban, saját ütemezésben fogod tudni feldolgozni az anyagokat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy könnyed legyen ez a történet, hogy ne még egy plusz újabb tevékenységnek gondold, vagy érezd ezt, ne az legyen, hogy egy plusz teher, hanem igazából én azt szeretném, hogyha ez támogatás lenne számodra, és örömteli tevékenység. Igazából én nekem az a célom ezzel, a Masterclass-szal, hogy rajta maradj az utadon, mert én azt látom, hogy ugye van egy nagyon nagy inspiráció, motiváció januárban, ami utána egy elpárolog, és márciusra már ennek híre
nyoma, semmilyen nincsen az életünkben. Én abban szeretnék neked támogatást hozni ezzel a masterclass-szal, hogy egész egyszerűen májusig kézenfogva, biztos keretek között, egy támogató, pozitív, humoros és örömteli közegben egyrészt jobban megismerd magad, tehát egy szuper önismereti folyamatod lesz, rájöjj arra, hogy mi a te igazi szívbéli célod, hogyan tudsz te jobban, örömtelibben, hatékonyabban és boldogabban menni, menetelni a saját célod irányába, hiszen mindenki a saját célján fog dolgozni, nem egy cél lesz, hanem mindenki a sajátján fog dolgozni, de olyan könnyen magadra formálható eszközöket hozok, hogy mindenki saját magára fogja tudni ezt formázni. Bocsánat. Fogsz tudni kérdezni, és hogyha bármikor egy kicsit lejjebb menne a lendületed, vagy az inspirációd, akkor ott lesz ez a közeg, hogy fel fog szépen így rázni, és fogod látni, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is fog. El fogják mesélni a többiek, hogy náluk milyen folyamatok voltak, abból te is inspirálódhatsz, te is el tudod mesélni a saját tapasztalataidat. Tehát egy igazán élő közeg, ami én azt gondolom, hogy maximálisan pozitív befolyással lesz az életedre. Ha úgy érzed, hogy ez neked való, ha úgy érzed, hogy itt az idő, hogy kezedbe vedd az életed, és most már nem szeretnéd halogatni önmagadat, az önmagaddal való foglalkozást, az önfejlesztést, az önszeretetet, és szeretnéd most már nem azt érezni évvégén, hogy már megint cserben hagytad magad, és már megint nem sikerült, akkor nagyon sok szeretettel várlak ezen a masterclasson, mert ez neked szól. Előképzettség nem szükséges, csak online részvétel, tehát online leszünk, minden visszanézhető a program időtartama alatt. És hogyha bármilyen kérdésed van a programmal kapcsolatban, akkor írd nekem bátran, nagyon szívesen megválaszolom a kérdéseidet. Bízom benne, hogy találkozunk a masterclasson, én nagyon-nagyon sok szeretettel várlak, és kívánom, hogy minden célodat meg tud valósítani, ami igazán a szívedben fogant, és ami fontos számodra. Én ebben fogom támogatni a masterclassnak a tagjait, és biztos vagyok benne, hogy mindenki hatalmasat fog fejlődni, nem csak önismeretben, de önszeretetben is, és abban is, hogy sokkal jobban fog bízni és hinni önmagában, mert a folyamat során ezeket a nagyon fontos nézőpontokat és eszközöket el fogjátok sajátítani, ami ehhez szükséges, hogy az önbizalmat, az önbecsülésed és az önszeretetet szintje nőjön. Bízom benne, hogy találkozunk, és várlak nagyon sok szeretettel a következő videóban. Legyen szép napod, sziasztok!